Parancsoljon, alelnök asszony, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A 13. havi nyugdíj összegének egységessé tételét javasolja a Mi Hazánk mozgalom. A mi szakértőink számításai szerint ezzel nagyságrendileg 220 ezer forintot kapna minden idős honfitársunk, ami magasabb, mint az átlag nyugdíj, az nagyságrendileg 210 ezer forint, illetve egy kicsivel az alatt van. Azt is javasoljuk, hogy ezt az összeget minden évben, egy összegben december 12-éig fizessék ki, ahogyan a kormány nagyon helyesen tekintettel van arra, hogy a szeptemberi iskolakezdés megterheli a családoknak a költségvetését, és így dupla családi pótlékot szoktak augusztusban kapni. Ehhez hasonlóan legyenek tekintettel a karácsonyi kiadásokra az idős honfitársaink esetén, és december 12-éig folyósítsák ezt a nyugdíjat. Nyilván a Mi Hazánk mozgalom nem kommunista párt, és ezért nem javasoljuk azt, hogy a teljes nyugdíjrendszerben mindenki kapjon egységes nyugdíjat. El kell ismerni az embereknek az érdemeit, a munkával, gyermekneveléssel töltött időt. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy milyen szélsőségek találhatók a magyar nyugdíjrendszerben, akkor nemzetközi összehasonlításban is igen kiugró eredményeket találunk. Magyarországon ugyanis a legalacsonyabb és a legmagasabb nyugdíj közötti különbség, illetve ennek az aránya majdhogy nem százszoros. Vannak olyan honfitársaink, akik majdnem százszor annyi nyugdíjat kapnak, mint a minimál nyugdíj. A hozzánk hasonló történelmi múlttal és gazdasági mutatókkal rendelkező Lengyelországban ez a különbség mindössze 7-8-szoros, tehát ez önmagában mutatja, hogy indokolt ezeknek a társadalmi különbségeknek a mérséklése. Ráadásul nagyságrendileg 1 millió nyugdíjas él a létminimum alatt. Sajnos 2015 óta a KSH nem közli, hogy mennyi a létminimum Magyarországon, de különböző gazdaságkutató intézetek évről évre közzéteszik ezt az összeget, sőt a nyugdíjasok élethelyzetére tekintettel nyugdíjas létminimumot is szoktak meghatározni, és ezeknek a gazdaságkutatóknak az eredményei alapján mondhatjuk azt, hogy sajnos majdnem 1 millió nyugdíjas él a nyugdíjas létminimum alatt. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a 13. havi nyugdíj az nem járulék típusú juttatás, tehát a kormánynak a döntése, hogy hogyan osztja el az erre rendelkezésre álló összeget, amely évente 450-500 milliárd forint, önöknek egy tolvonásába kerülne, hogy megváltoztassák ennek az elosztási mechanizmusát, és aki például 2 millió forint fölötti nyugdíjat kap, mert sajnos ilyenek is vannak Magyarországon, hiszen önök eltörölték a járulékplafont, míg mások ugye 28.500 forintot. Ez a 13. havi nyugdíjnak az ehhez kötése, az tovább növeli ezeket a társadalmi különbségeket. A járulékplafon újbóli bevezetését is javasolja Mi Hazánk, orvosolva ezt az általam korábban is említett rendkívül nagy társadalmi különbséget, és az átlagkereset ötszörösében állapítanánk meg a járulékplafonnak az összegét, ami így nagyságrendileg 30 millió forint lenne, ez természetesen évente a költségvetésben lehetne korrigálni. A járulékplafonnak az eltörlése kizárólag a felső 10 000-et szolgálja, nem látjuk indokoltnak azt, hogy ezeket az egyébként is rendkívül gazdag embereket még jobban jutalmazzuk, miközben a szegénység felszámolására egyáltalán nem alkalmas a nyugdíjrendszer, és 1,5 millió nyugdíjas az, aki az átlag nyugdíjat sem, akinek a nyugdíja az átlag nyugdíjat sem éri el. Tehát a mi javaslatunk azt célozza, hogy ezt a 1,5 millió szegénységben élő idős honfitársunkat segítsük meg, akik az életüket becsülettel végig dolgozták, de például azért, mert állami dolgozók voltak, nem kerestek annyit, mint mások a magánszférában. Ráadásul a javaslatunk nem okozna többletkiadást a költségvetésben. Az önök döntési joga, hogy ezt a 450-500 milliárd forintot hogyan osztják el. A Mi Hazánk mozgalom azt kéri a kormánytól tehát, hogy ne a felső 10 000-et jutalmazzák, hanem segítsék a szegénységben 1 millió esetben pedig már a létminimum alatt élő idős honfitársainkat, hogy tisztességesen tudják tölteni nyugalomban az idős éveiket. Köszönöm a figyelmet!